Kecskeméten nincs rossz gyerek címmel szervez szakmai konferenciát a Presley Ridge Magyarország Alapítvány. A konferencián egy olyan módszertannal ismerkedhettek a szakemberek, mely a súlyos magatartás, érzelmi és beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalokat segíti. Kerekasztal beszélgetést tartottak Nagyszülők változó szerepben címmel a Neumann János Egyetem kampuszán. A szakmai előadók azt járták körbe, milyen szerepben vannak mai társadalmunkban a nagyszülők. Új, minden eddiginél széles körűbb egészségügyi szolgáltatást kínáló centrum kezdte meg működését a kecskeméti fürdőben. Az akvagyógyászat minden korosztály igényét képes kiszolgálni, és a társadalombiztosítás által támogatott betegeket is várja. 120 évvel ezelőtt Kecskeméten született Latabár Kálmán Kossuth Díjas színművész. Ráemlékeztek a kecskeméti színjátszó műhely diákjai és a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészei november 24-én a Katona József könyvtárban. Az esélyegyenlőség előmozdítása jegyében rendeztek ma országos konferenciát Kecskeméten. A rendezvény résztvevői délután a Biztos Kezdet gyerekházba látogattak, hogy az ott zajló szakmai programról szerezzenek tapasztalatokat.